Még naivan, amikor nem volt gyerekünk, csak egy kicsit terhes volt, akkor megbeszéltük, hogy mi majd nagyon sokat fogunk utazni, és ugyanúgy majd Marát majd ott hagyjuk a nagyszülőkkel, és hogy majd jövünk, megyünk. Ebből azért voltak is konfliktusok jócskán, tavaly nyáron főként, amikor a sofőr azt mondta, hogy még egy ilyen nyarat nem csinál végig velem, hogy nem megyek vele sehova. Nekem lelkileg azok nehezebbek, amikor több napot kell külön töltenem tőle, de idén mindenképpen meg fogjuk ünnepelni a 6 éves évfordulónkat. Sziasztok! Már elkezdtem nektek ezt a szülőtéma vonalat itt a YouTube-on, és eddig egyelőre nagyon pozitív visszajelzések voltak, és most megint egy olyan érdekes témát boncolgatunk ki, máron ketten, azért is, mert különböző az álláspontunk, ami szerintem nagyon sokakat érint, ez pedig nem más, hogy hogyan legyetek, hogyan maradjatok nők, férfiak egy kapcsolatban, miután gyerkőt születik, és hogy mennyi időt tudtok, akartok, szeretnétek magatokra szállni, mert nálunk azért ebben nincs annyira nagy egyetértés, vagyis nem volt, most már azért közelednek az álláspontok. Így van, még naív van, amikor nem volt gyerekünk, csak egy kicsit terhes volt, akkor megbeszéltük, hogy mi majd nagyon sokat fogunk utazni, és ugyanúgy majd Marát majd ott hagyjuk a nagyszülőkkel, és hogy majd jövünk, megyünk, aztán az első két évben igazából alig hagytuk ottan Marát, akár a nagyszülőkkel is, annyira óvtuk, féltettük, és teljesen megváltozott ez az álláspontunk. Én azért szerettem volna, hogyha több időt tudunk magunkra szakítani, kettőnkre tudunk több időt fordítani, de tényleg egy olyan mozgalmas időszak az az életünkben, hogy akkor nem igazán... Egy kicsit elnyomoltuk így a kapcsolatunkat olyan szempontból, hogy minden arra volt, és mindent elsodortunk, és őt helyeztük előtérben. De ez most sokat változott az elmúlt egy-másfél évben. Főleg én. Igen. Én vagyok a bűnös. Igazság szerint tényleg annyira harmonikus volt a kapcsolatunk a narok születése előtt, hogy gondoltuk, hogy ezt az évet így még jobban felfelé visszük, és hogy ugyanúgy meg tudjuk ezt is oldani. Aztán a hormonok, meg a féltés, az nálam nagyon erősen bekapcsolt, és nem bíztam semmiben és senkiben. Azt gondoltam, hogy a narok pici, de nem is tudja elmondani, hogy mit szeretne, hogy én tudom, hogy mi a napirendje, hogy én tudom, hogy mi az, amire vágyik, én tudom, hogy miért sír éppen, és akkor voltam nyugodt, hogyha ott volt, sosem felejtem az első estét, amikor egy pár órán elmentünk vacsorázni a barátainkkal a városban, minden pillanatban csak azt kívántam, hogy induljunk végre haza, és egyáltalán nem éreztem jól magam. Nyilván nekem így lelkileg közre játszott az, hogy 10 hónapos volt a Narus, amikor anyukámat elveszítettem, és szerintem sokan tudjátok, hogy ő gyerekorvos vagy gyerekpszichológus, és valami mindig úgy voltam vele, hogy anyukám majd tudni fogja, hogyha valami olyan problémája is van, akkor már annyi pici csecsemőt felnevelt, úgymond, és segített így ahhoz, hogy felnőjenek családokat, hogy nekem ez egy picit így kihúzta a lábam alól talán a talajt, és hogy újra kellett mindent így fejben nekem rendezni, ami egész sok idő volt. Talán én azóta vagyok egy picit nyugodtabb, mióta Narus beszél, mert akkor tudom, hogy elég határozottan elmondja mindenkinek, hogy mit is szeretném, akkor hogy szoktunk csinálni. Igen, meg főleg az, hogy amióta egyre többet hagyjuk ott akár az én szüleimmel, vagy apukáddal, vagy akár azokkal a barátainkkal, akikben igazán megbízunk, azóta látjuk azt, hogy a visszajelzés az, hogy nagyon-nagyon jól érzi magát, jól viselkedik, nem igazán hiányol minket, még az elején az első alkalom, akkor mindig kérdezte, mikor jövünk, akkor nagyon-nagyon ragaszkodott, de ez most már teljesen elmúlt. Talán annyit kérdezte, hogy mikor jövünk, hogyha mondjuk, hogy igen, ott alszunk, akkor jól mehetünk, és sokszor nem is kérdezi, hanem annyira jól éppen kutyázik, vagy a balcsin van. Szóval ez nagyon-nagyon megváltozott nála is, és most ő is sokkal szívesebben marad el, akár a nagyszülőkkel, akár a barátokkal. Így több időt tudunk mi is kettőnkre fordítani, ami azért elég fontos, hiszen tényleg azok a spontán dolgok megszűnnek egy kapcsolat életéből, vagyis hát meg tudnak szűnni, hogyha hagyjuk, hogy belesodorjon minket egy ilyen, igazából az, hogy így moziba, én nagyon szerettem, nagyon szerettünk moziba járni, és nem igazán tudunk elmenni moziba, hiszen meg kell szervezni az életünket, és kivigyázni Narára. Rengeteg dolgunk van, a ház, a vállalkozásaink, szóval... De nagyon sokat is dolgozunk mindemellett, tehát mindig az picit előtérbe került, tehát a Nara, a munka, és akkor utána jön egy picit a szórakozásunk, illetve ugye a Narával mindig annyi programot csinálunk, hogy neki kedveskedjünk, hogy őt olyan helyekre vigyük, hogy megmutassuk neki, hogy milyen az élet, és hogy minél több dolgot tapasztaljon, hogy mindig valahogy ezt szorul háttérbe, és akkor erre nincsen idő. Ebből azért voltak is konfliktusok jócskán, tavaly nyáron főként. Amikor a sofőr azt mondta, hogy még egy ilyen nyarat nem csinál végig velem, hogy nem megyek vele sehova. Igen, mert a nyaralás is gyerekkel, mert teljesen más, hiszen
hogyha nagyon őszintén akarunk lenni, főleg, hogy még pici Annara, még 2-3 éves korában, azért nem biztos, hogy emlékezni fog egyáltalán bármire, amiről amíg nyaralni voltunk, és még egy nyaralás egy gyerekes szülőként, még egy gyerekkel is, akkor nem tudom, elközben jelent 2-3-4 jel, az a bepakolás, az a sok cucc, kipakolni, akkor utána mindig megtervezni ezt, hogy hol alszik, mit eszik, nincs melege, be van-e kenve, nem fáj a hasa, kezet mosott-e, tehát vagy igazából ugyanazt csinál, mint itthon, csak egy csomó pénz kifizet, és külföldön csinál ugyanezt. Én ezért végigcsináltunk két ilyen évet, és mondtam, hogy ha nem megyünk el nyaralni kettesben, úgyhogy akkor kellünk, amikor akarunk, akkor fekszünk, amikor akarunk. Tényleg nem az kell minden pillanatban valamelyikünk figyelje, hogy a Nara éppen nem megy a vízbe, vagy nem, bár nincs vele gond, de akkor is nem nyugodt az ember, és nincs közös én időnk arra, hogy bemenjünk mondjuk a vízbe, vagy elmenjünk közösen egyet szaunázni a wellnessbe, és amikor mentünk, igazából a Narát felügyeltük, ahogy éppen Pancsol, és én el tudtam menni egy 4 órás szaunázásra, teljesen mentél talán, vagy egyszer. Így megváltozik, és ezt próbáljuk most minél jobban megváltoztatni. Persze nem radikális változásokról van szó, csak egyre több programot tűzünk ki, és már szóba jött az is, hogy esetleg hetente legyen egy szabad esténk, így amit kitűzünk, vagy egy-kettő, nem? Tényleg? Akkor ez még a jövő zenéje. Nem, de az más, az estéket én is könnyebben veszem, nekem alsó. Tehát a Narus is most már tök ügyes, mindig megígérteti velünk, hogyha hazérünk, akkor keltsük fel, adjunk puszit. Ami hál' Istennek annyira jó alvókája van, hogy tényleg felkeltjük és tényleg adunk puszit, de erre egyáltalán nem emlékszik és nem is ébredt fel igazán. Nekem lelkileg azok nehezebbek, amikor több napot kell külön töltenem tőle. De idén mindenképpen meg fogjuk ünnepelni a 6 éves évfordulónkat, és el fogunk menni, megígérem itt előttetek is, hogy ti vagytok a tanúk erre, hogy el fogunk menni, nagyon ügyes egyébként, tehát hogyha tud velünk beszélni telefonon, ez is érdekes, hogy valakik, amikor elmennek nyaralni, nem is keressük a gyerekeket, majd kizökkentik őket, hanem arra az a típus szerintem, aki megnyugszik attól, hogy beszél velünk, ő is elmesél, hogy mi van vele, sőt, még sokszor mostanában ő mondja, hogy nagyon van anya, akkor lerakom, de hogy megvan ez a kontakt, és akkor igen, de ez is korszakos is lehet, mert volt egy időszak, amikor a gyerek nem hívtuk fel, mert este nezökkentjük ki, mert... Hát este nem is szabad hívni. Mert amikor ránk, hát vagy akkor emlékszem, a napközben is volt, amikor kizökkentott egy picit, mert akkor még nagyon hiányolt minket. Most már így, hogy sokkal jobban el van nélkülünk, így már nincs akkora gond. Főleg az, hogy amúgy szerintem óvodában is, mivel jár most már lassan egy éve, ezért ott is hozzászokott ahhoz, hogy másokkal van, gyerekekkel van, ilyen nincs velünk annyit 0-24-ben, mint előtte, és azért mi is, meg ő is sokkal könnyedebben engedjük el egymást. Annyira kíváncsi lennék, hogyha ti is megjelenátok kommentben, hogy nálatok ez hogy zajlik, hogy mennyire van egyetértés a párok között, illetve mennyire különbözőek a vélemények, mint például nálunk, és hogy hogyan tudtátok ezt közös nevezőre hozni, mi időnk van, hogyan mentek el, miként mentek el, ezt a gyerkőc hogy viseli, mert... Milyen egy nyaralás mondjuk egy gyerekkel, és mennyire élvezitek most a gyereke. Persze nagyon élvezetes, mert imádtuk minden percet a Narával a nyaralás, és imádjuk is, csak ugye nem marad magunkra időnk, és megszűnnek azok az esték, mondjuk, hiszen ott kell lenni ugye este 8-kor vagy 9-kor, amikor bár a Nara nagyon ügyes, mert 10-11-ig is ő még bulizik, és még megy, és még táncol. Igen, a szempontból tényleg... Horvátországban is voltunk, nem is akart hazamenni, és nagyon jó bírt a tele, hogy gyerekekre ott a város, szóval vele nagyon könnyű, nekünk szerencsénk van vele. De teljesen más akkor is egy gyerekes és egy gyerek nélküli nyaralás, úgyhogy beszélök vagytok. Tavaly ezért elrontottuk, mert utolsó pillanatban foglaltuk, hogy általában szoktuk, mert nem nagyon tudunk előre tervezni a különböző munkák és dolgaink miatt, és egy olyan apartman béreltünk Horvátországban, ahol a kocsiba kellett mindig ülni, le kellett menni a partra, ez egy 10 perces út volt, tehát hogy alapból az apartmanba felpakoltál mindent, azt le a kocsiba, be a Narust, akkor utána parkolóhelyet találni, mert hál' Istennek sokáig alszik, tehát hogy már az összes gyerekes család ott volt a parton, mire mi egyáltalán elindultunk, akkor ott kipakolni, én a Narát cipelem, a sofőr cuccokat, tehát hogy a második napra teljesen kikészült. Borzasztó volt, felcsön hallatszottak a hangok föntről, a hűtő hangos volt, az ágyunk kényelmetlen. Úgyhogy ezt ott mellé váltottunk. Itt teljesen kikészült, így másik napra. De most pont azért úgy fogunk menni, hogy tengerparti szállásunk van, tehát nem kell semmit cipelni, csak a Narusnak az úszó mellényét, meg a Narus, tehát hogy az igazából semmi nem lesz, úgyhogy remélem, hogy ez egy jobb élményet lesz. Igen, és most vagyunk először all inclusive szállában, azért választottuk ezt, hogy all inclusive legyen, hogy az elmúlt 2 év tapasztalata alapján, mire megtaláljuk a vendégben talán egy olyan éttermet, ami tetszik, akkor mire kiválasztjuk az ételt, nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy elég. Ráadásul az árak is nagyon-nagyon felmentek, és mondjuk egy gyereke azt, hogy nem eszi, meg megeszi, nem kell arra megfigyelni, amit iszunk, amit eszünk, és nem kell
ilyen lehető, hogy tényleg pihenni megyünk, a szálloda is nagyon gyerekbarát, tele van mindenféle csúszdákkal, játszóterekkel, van lábteniszpálya, hogy láttam, a apának is vannak játszó létesítmények, szóval igazán pihenni megyünk, ott leszünk a szálldába, valószínűleg azért ki is fogunk járni majd, mert szeretjük feltérképezni a különböző városokat és országokat, de ez most egy ilyen klasszikus, vagy hát nem aktív, hanem passzív pihenés, és egy-két aktív nappal kiegészítve. Ugye kíváncsiak vagytok erre, akkor írjátok meg ezt is nekünk kommentben, és akkor igyekszünk forgatni nektek onnan is, és elmesélni, hogy hogyan alakult ez a nyaralás, és hogyan tudtuk a Sofi számára is élvezhetővé tenni ezt az egészet. Nem, nem még az lesz, hogy én nem élvezem a nyaralában, nem. Élvezhető nem, az is. Nem, csak hogy fárasztó volt csak neked is. Igen, az a szállásválasztás és a távolság az, hogy annyi cipekedtünk, és én minden serpa, gumimatrac, sátor, kiságy, három táska, hűtőláda, 8 van hét törülköző mindennel, és ez így a 39 fokban az megterhelő volt, és úgy kiábrándító. De most ezen változtattunk, úgyhogy most nagyon várom. Bizony, hogy ezt meg fogjuk nektek írni. Remélem, hogy egy pici inspirációt, tapasztalatot ti is kaptatok abból, hogy mi hogyan szeretnénk ezeket a csajos férfi dolgokat visszahozni a kapcsolatunkban. Például nekem az egyik másik tippem az volt, hogy heti két ilyen játékestet iktassunk be, még akkor is, hogy csak itt a teraszon. Nagyon szeretünk kártyázni, nagyon szeretünk társasozni. Vagy a Sofi például szokott kintre csinálni, de kertmozit, van ez a vászon, ami elválasztja a szomszédtelket, még a miénket. És akkor, hogy kettő olyan estét mindenképpen találjunk, amikor nem dolgozunk, nem rohanunk, nem az volt, csak hogy beülünk már a tévé elé, fáradtságunkban, és bámulunk ki a fejünkből, és nem egymással beszélgetünk. Úgyhogy vannak apró dolgok, amiket így igyekszünk visszahozni, meg nagyon igyekszem felszívni magam, és a narust több napra is itóhagyni. Nem mondom, hogy nem nehéz, de lényegesen könnyebb, mint tavaly ilyenkor. Úgyhogy a közös nyaralásunkat is ezt. Mindenkinek boldog nyarat kívánunk, és tényleg oldjátok meg családilag is, meg kettésben is a dolgokat, és jelentkezünk most már hamarosan. Sziasztok!